Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kerényi Miklós Gábor, a tanár úr, színházigazgató, színházrendező, operett, opera, mindegy neki. A lényeg az, hogy zene legyen és vigadalom, és az emberek jól érezzék magukat. Miért is vagy itt nálunk? Mit rendeztél most? Egy nagyon izgalmas darabot, Lévi Sztori, ez tulajdonképpen a másik címe, a Farmer király. Ez a Farmer nadrág születésének a története, hogy hogy találta fel a Farmer nadrágot egy Németországból kivándorolt zsidó fiú Amerikában, az aranyásás kellős közepén, az aranyláz idején. Akkor szerintem most nézzünk meg egy bejátszást, és akkor onnét folytatjuk, és akkor elmondjuk, hogy majd ezt hol és mikor lehet egyáltalán látni, vagy hogy miről van szó, és akkor most nézzük a bejátszást. És akkor tulajdonképpen kaptunk egy appetizert, egy kóstolót az egyik slágerből, de én úgy érzem, pedig elég botfülem van, hogy ebből slágerek lesznek. Fegya sokáig dolgozott rajta, és a szövegek is jók. Igen, ez egy nagyon komoly, tulajdonképpen azt mondhatom, hogy egy olyan 9 éves munka eredménye, ami meglátszik rajta. Legalább 6-8 olyan dal van benne, ami igazi sláger. Müller Péter Sziámi a szövegíró, és Kállai Pista bácsi és fia Gábor, ők írták tulajdonképpen a darabot, és azt gondolom, hogy... És a zenét Fegya szerezte. A zenét Fegya szerezte, és iszonyú élvezettel. Tehát most ebből, amiből részletet láttunk, ez egy ilyen flashmob volt, amit a Városligetben egy kocsmában összegyűltünk, és megleptük a vendégeket, meg magunkat, hogy énekeltünk számokat, és iszonyú érdeklődés volt. De nagyon érdekes, mert
amikor a fejában megszületett az ötlet, először téged keresett meg, és te ígérted, hogy csináld, fiam, meg, és majd műsorra tűzzük. Aztán történt, ami történt, vártunk, már Izrael, Kína, Amerika, mindenki várja a darabot, de a darab csak nem jött. Igen, és akkor most úgy tűnt, hogy megérett az idő arra, hogy ezt befejezzük, csináljuk, és az, hogy július 15-én és július 16-án Siófokon létrejön a bemutató, ez szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés. Tulajdonképpen a darab a Hegedűs a háztetőnek valamilyen furcsa és érdekes folytatása, tehát ott kezdődik, mert egy kivándorlási hullám. De ez egy örökzöld, ez egy orosz zsidóról szól, aki nehezen, de megtalálja magát. De hogy jön ebbe bele a Veszprémi Színház? Ez azért van, mert most éppen Budapesten nincsen színházad? Tulajdonképpen ezt is lehet mondani, de az az igazság, hogy a Veszprémi igazgatóval, Oberfrank Pál direktor úrral nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Én nagyon jóban voltam annak idején Oberfrank Gézával, a nagyszerű karmesterrel, aki az ő nagybátyja volt. Nagyon jóban voltam Oberfrank Péterrel, aki annak idején az én szeviai borbélyomba dirigált először Szentendrén. És tulajdonképpen... És a Veszprémi Színház egyből le is kötött 30 előadást. Igen, és a Veszprémi Színház egy nagyon remek színház, ahol nagyon jól fogja magát érezni a darab. És azt is meg kell mondjam, mi hogy ez a Veszprémi Színházzal, amikor külföldi turnéra indultak? Én azt gondolom, hogy ez egy divat most a világban mindenütt, hogy először valahol bemutatni a darabot, megnézni, hogy ez milyen, és utána még egyszer dolgozni, és újra. Tehát, hogy ez egy prototípus most. Ez nem a reklám helye, de mégis. Ennyiben mi is szeretnénk segíteni, hogy ez a bemutató olyan legyen, hogy egy hely sem legyen. Van-e egyáltalán még 15-ig és 16-ára, hisz Siófokon nyaral most az egész világ? Hát azért még ebben a pillanatban van hely, Siófokon sokan vesznek az utolsó pillanatban, de azt gondolom, hogy megéri, mert Szabó P. Szilveszter, Szulák Andi, Kerényi Miklós Máté, Kartfi Ajsa, Horváth Dániel, tehát olyan nevek vannak benne, és olyan csapat jött össze, amit nagyon érdemes megnézni. Hát kell most már sietni a jegyvásárlással, mert én remélem, hogy lassan-lassan megtelünk teljesen, de most még van jegy. Én minden esetre bízom benne, hogy amikor a darab már lefutott Veszprémbe is, és útközben lesztek Kínába vagy Jeruzsálembe, hogy valahol ott is megjelenek, én megnézem, hogy mennyire ford ki. 15-én ott leszünk Siófokon, hogy végignézzük. Köszönöm a lehetőséget, hogy velünk voltál, és hogy szokták mondani nálatok, kéz- és lábtörés? Igen, meg a Kína össznépi termése. Én. Bízom benne. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Kerényi Miklós Gábort, az operett és opera egyik atyát és követőjét és tanítóját láthatták és hallhatták, és Fegya új szerzeménye, Sziámi közreműködésével, aki a szövegeket írta, és sok-sok segítséggel végre megszületett. Ennek lehetünk majd a szent tanúi. Köszönöm, hogy minket választottak. Továbbra is tartsanak velünk. Köszönöm, hogy itt voltak.